Vízöntő, szeptember első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Egy picikét nehezebb ez az időszak a retrográd bolygók miatt. Ó, valami kiugrik, ezt muszáj ide kitenni. Nos, szeptember 15-ig még a Merkur retrográd. Na de, ugrálnak a kártyák. Ó, milyen csodálatos kártyákat kaptunk. A legcsodálatosabb kártya a nap, a legnagyobb boldogság, a pénz, a nagy pénz, a szerencse, a hírnév, a siker, az itt van, és itt az ünnep. Lesz mit megünnepelni? Lehet ez egy esküvő, lehet ez egy keresztelő, tehát bármilyen elért siker, csodálatos kezdés, kiugrottak a kártyák, ez fontos, fontos jel. Nagyon erős kezdés. Hármas, folytatódik az ünnep, az összejövetel, a boldogság, a pezsgőbontás, a kocintás. Nagyon jó kis ünnepélyes kezdés. Gyermek születése, tehát bármi lehet. Boldogságos események, megyünk tovább, itt egy király, tűzenergia dominál, fontos szerepet játszhat ez a személy az életünkben, igen, lehető egy családtag, lehető a párunk, nagyon gyakran vagy kos, vagy oroszlán, vagy nyilas lehet. Ez a király. Nagyon jó motivátor, ó, nagyon jó. És még egy király, ez viszont maga a vízöntő. Királyok és királynők lesztek. Ez az üzenet. Hát nem hiába kiugrottak a csodálatos kártyák. Csodálatos, boldogságos, boldogító kártyák. Ó, itt a hatos, eddig senkinek nem jött ki, ez már a 11. kirakás, az egyik kedvencem, a hatos, a kardok, levegő energia, az előrehaladás. Én nagyon gyakran azt szoktam érezni, amikor kijön ez a kártya, akkor határozottan egy nehezebb időszakon túl vagyunk, a hátunk mögött hagyjuk, és haladunk előre a boldogsághoz, az ilyen napsütéses boldogsághoz. Lehet ez utazás is egyébként, ez a kártya mutat. Autóvásárlást, azt most nem. Tehát autóvásárlás, lakásvásárlás, azt most érdemes hanyagolni, az ékszereket is. Szeptember 16-18-a után ez a tanács a retrográd Merkur miatt. Nos, megbirkózzuk a problémákkal? Igen, határozottan igen, itt a hetes, itt a konkurencia. Vagy ez a kártya mutathat olyat, hogy egyszerre több dolog ránk zúdul, több mindent egyszerre meg kell oldani, és ez sikerülni fog. És ugye mellette ez a hatos, valamit a hátunk mögött hagyunk, valami nehezet. Például a konkurenciát, a nehézségeket. És egyébként a retrográd Merkur, de még a Vénusz is retrográd, ez az időszak határozottan jó a megszabadulásra, tehát megszabadulni valamitől vagy valakitől, tehát ledobni magunkat, azokat a terheket, nagyon jó. Tehát utat csinálni a jó dolgoknak. Kell a hely. Nos, egy picit belekukkantunk a negatívumban. Mi az, amit el lehet kerülni? Levegő energia. Tízes, ez egy nehéz kártya, ez egy eléggé nehéz kártya. Szúros. A lezárás, a végleges lezárás, a megszabadulás. Nem lesz könnyű ezt megtenni, viszont ez meg fog történni. Tehát valamit véglegesen le kell zárni, ki kell iktatni az életünkből. Lehet ez egy személy, lehet ez egy a munkahely, tehát bármi lehet itt. Lehet ez egy üzlet, ami vesztességes folyamatosan.
itt a négyes, jó? Akkor most figyelünk oda az egészségünkre. Megint egy szúrós kártyát kaptunk, viszont a levegő energia, itt van, ugye a mi energiánk, mind a kettő kártya, igenis, határozottan mutat valamilyen egészségügyi problémákat, valami olyan dolog lehet, ami már régóta húzódik, és már épp ideje ezt rendezni, orvosolni. Ez lehet akár egy rossz fog, amit itt már épp ideje kihúzni, vagy tehát bármi lehet, vagy egy sebészeti beavatkozás. Tehát az a lényeg, hogy ezután jönni fog a megkönnyebbülés, a megszabadulás, a gyógyulás. Amit még pluszba szeretnék mondani, a túlterhelés. Az is ide tartozik. Túlhajszoljuk magunkat, nem pihenünk, nem állunk le időben pihenni, na akkor csattanhat ez az egészségünkön. Na és ilyenkor le tud állítani minket az univerzum, ad egy kis betegséget, és azt mondja, na most ágyhoz leszel kötve, legalább 4 napra például, pihenj, regenerálódj, állj meg. Tehát, hogyha egyedül nem állsz meg, akkor kész, meg kell állítani. A mérték, hát amiről beszéltem, a mérték itt van. Mértéket tudni kell tartani a munka, a pihenés között, az evés, az ivás, a pénzköltés, tehát is bármi lehet, de itt most kimondottan az egészségre vigyázni kell. Az egészség az ide tartozik. Nézzünk még, az erő, erőtlennek érezhetjük magunkat, vagy ilyenek lehetünk, tehát igen, kell egy kis erő, hiányzik az a bizonyos erő, na de nézzük csak, ó, és az ördög leselkedik mellettünk, az ördög nem hagy minket pihenni, az ördög, tehát belesétálhatunk ebbe az ördögi csapdába. Tehát csapdát tud nekünk állítani óvatosan, az ördöghöz hozzátartozik. Az alkohol, az is ugye függőség, a drog, a szerencsejáték, ugye az is függőség, a bank, mert a banki hitel, az is ugye függőség, oda leszünk láncolva a bankhoz, óvatosan, tehát itt lehet sorolni a szerelmi függőség, az is ide tartozik, óvatosan, aha, na nézzünk, mi van itt még, oppá, és az akasztott ember, tehát jön az információ keményen, ez a kártya maga az áldozatnak a kártyáját, óvatosan, nehogy áldozatok legyünk, nehogy belesétáljunk ebbe az ördögi csapdába, és igen, ez maga az áldozat, határozottan, na most ezt nem szabad hagyni. Sikerül ezt elkerülni? Igen, hiszen a pozitívumon ott a nap, a legcsodálatosabb kártya az itt van. Ott a hatos, a hátunk mögött hagyjuk ezeket a dolgokat? Igen, tehát megvan a lehetőség, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Tehát a döntés mindig a mi kezünkben van, itt vannak a tanácsok. Itt vannak a tanácsok. Mikor érdemes ilyen helyzetbe kerülni? Tehát feláldozni magunkat. Vannak ilyen helyzetek, vannak. Például a gyermekáldás, a terhesség, ugye feláldozzuk az egészségünket, a testünket, az időnket, a pénzünket, de ott van értelem, az a más. Ez a kártya is mutathat olyat, hogy ha van valamilyen probléma a terhességgel, akkor be kell feküdni a kórházba egyszerűen, és tehát a magzat érdekében meg kell állni, és ugye itt a szúrós tízes, ugye ez maga az egészségügy, jó, tehát ez más dolog, vagy belevágunk a tanulásba, úgymond feláldozzuk az időnket, a pénzünket, de megint van értelem. Na nézzünk csak még, itt van nekünk, mérték, ott a víz, ez a kártya is maga a víz, a Neptunusznak a kártyája egyébként. A víznek a jele egyébként fordított háromszög. Itt is, itt van, itt a víz. 1, 2, 3, még egy, 1, 2, 3, tehát 2 darab víz van.
plusz információt nézünk, a király megint itt a vízenergia. Itt a király, a kelyhek. Nagyon gyakran vagy rák, vagy halak, vagy skorpió lehet ez a király. Ez a király, lehet az aszcendensünk, vagy a holdjegyünk, figyelem, viszont milyen ez a király? Olyan, akihez mehetünk segítséget kérni. Tehát ő lehet egy orvos, lehet egy pszichológus, aki segít nekünk kimászni egy bizonyos állapotból, ha kell orvosi segítség, vagy egy pszichés támogatás. Ez a király, ez segít. Amit még szeretnék mondani, amikor kijön ez a kártya, azért az ember boldog, határozottan boldog, és elégedett az életével. Kicsit nehézkes a negatívum. Na nézzünk, csak plusz kártyákat azért hoztam. A retrográd időszak miatt. Igen. Na most, hogyha azt mondom, hogy retrográd időszak, akkor ez az állapot, ez úgymond természetes. Meg tud viccelni minket. Amit pluszba szeretnék mondani, netán, ha kell egy sebészeti beavatkozás például, de az nem sürgős, amit el lehet halasztani, akkor érdemes elhalasztani szeptember 16-18-a után. Tehát amikor már véget ér a retrográd Merkur, ha lehet, ha nem lehet, akkor kész, akkor menni kell. A plasztikai műtéteket, ez lehet plasztikai műtét is, hogy ne sebészet. Nem, határozottan nem. Most nem. Megyünk tovább. Ötös. A plusz információ. A kelyhek. Na most, ha valami vagy valaki minket elszomorít, elkeserít, nem szabad sokáig sopánkodni ezen. Tehát ott vannak a kelyhek, igen, lent vannak. Nem foglalkozunk velük. Ezzel a kettő új kehellyel kell foglalkozni. Itt vannak, ezek az új lehetőségek. Na most erre kell összpontosítani, erre kell koncentrálni, az új dolgokra. Jönni fognak, mindenféleképpen. Tehát az univerzum nem hagy minket magunkra. Nem. Főleg, hogy ott a nap, ez határozottan tudom állítani, hogy a nap be fogja ragyogni az életünket. És ha netán van valamilyen nehézség, nehezebb periódus lesz valami, akkor ez a kártya, ez jusson eszünkbe, hogy a nap felragyog. A sötétség után kisüt a nap. Ugye? Vagy hogy mondják, az eső után kisüt a nap, minden rendeződik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!